Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én rettentően örülök annak, hogy itt van a jó idő. De a lakásomban már 1000 fok van, és most így beléptem, és meggyulladok. Déli fekvésű, és egész nap betűz a nap. 10-től egészen 6-ig. Úgyhogy, és nincs légkondicionálom. Úgyhogy most azt gondolom, hogy mostantól elindul az én szenvedésem, és káveriám egészen őszig, mert az, az igazság, hogy egyre nehezebben viselem el ezeket a melegeket. Na de, térjünk rá a könyvekre, így az időjárás után. Aktualitás, hogy még mindig Szelma Rezsdi, az Éjfél gyermekei könyvét olvasom, és nagyon-nagyon tetszik, de most tartottam benne egy kis szünetet, ugyanis elolvastam egy másik könyvet, amiről ugye az előző videómban beszéltem, Kátya Lange Müller Vadbárányok című könyvét, és most pedig belekezdtem szintén egy Európa könyvkiadós regénybe, Steve Sam Sandberg-től a Véd, amely Johann Christian Wojcekről szól, aki hát egy élő személy volt, és elkövetett egy brutális gyilkosságot, és azt boncolgatja ez a könyv, hogy hogy jutott el idáig, mi történt, egyébként Georg Büchner róla írt színdarabot, amelyet ugye a halála miatt ő már nem tudott befejezni, és én láttam egyébként azt a színpadon is. Volt szerencsém Ifja Vinyánszky Attila rendezését megnézni többször, rengetegszer, és imádtam, de ez a könyv egy új perspektívet mutat Wojcek személyének, és ugye ezt a svéd kortárs szerzőkhöz olvasom, úgyhogy hamarosan majd abból is fog készülni egy videó. Most pedig hát régebbi könyveket fogtok látni, ugyanis az antikvárium.hu-ról rendeltem még akkor, amikor volt egy ilyen 100%-os akciójuk, hogy rám mentem húsvétkor, egészen pontosan akkor volt ilyen gömbre, és akkor kiadta, hogy 30% vagy 15%, és akkor még az amúgy is olcsó könyv, az még olcsóbb lett, úgyhogy egyébként tőlük is szeretek rendelni, amikor ilyen akcióik vannak, meg pláne ki kell használni, úgyhogy nem tudom pontosan szám szerint mennyi könyv érkezett hozzám, de akkor most jöjjenek is ezek. Az antikvárium.hu mindig küld egy ajándékkönyvet, hogyha a rendelésnél bejelöljük ezt, és én ezt ezúttal is megtettem, és most végre azt mondhatom, hogy egy olyan könyvet küldtek, amellyel teljesen eltalálták az én ízlésemet, egy antológiát, Az elveszett kisfiú, amerikai elbeszélők a két világháború között. Azt szokták mondani az orosz szerzőkre, hogy Gogol köpönyegéből bújtak elő. Hát na, ez igaz az amerikaiakra is, hogy mind Mark Twain utaján utaztak Tom Sawyerre és Huckleberry Finn együtt. Hogy az első világháborúra Amerika már nagy hatalomnak számított, Európa szerte is hatalmas tisztelet övezte ezt az országot, és aztán a két világháború között pedig már egy igazi kapitalista állam már fejlődött, és azért az emberek élete is valamelyest megváltozott eddigre. És ez formálódott természetesen, ez az irodalomban is látszódott, és hát olyan nagy szerzők is jelen vannak ebben az antológiában, mint a Nobel-díjas William Faulkner, vagy Ernest Hemingway, vagy pedig John Steinbeck, de kisebb nevek is szerepelnek benne, de mégis ismertek, például Henry Miller, vagy éppen F. Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson, vagy Erskine Caldwell, vagy Richard Wright, és benne van Edith Wharton, és Willa Cather is, mint a női mezőnyt erősítő írók. Edith Wharton-tól egyébként az Ártatlanság korát már olvastam, az számomra egy közepes mű volt, azt nyugodtan mondhatom. De benne van még, számomra egyáltalán nem ismert, azt mondja, a fergeteges humorú James Thurber, vagy éppen a Hemingway erényeket csillogtató John O'Hara, vagy éppen a grotesk költői déli világba bevezető Eudora Welty. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekesen hangzik. Egyébként 1979-ben jelent meg az Európa könyvkiadónál, és Gehér István válogatta.
Na most a fordítók között van például Tandori Dezső, vagy Sükös Mihály, G. Horváth László, Borbás Mária, vagy éppen Örkény István is. Egyébként így vannak a fordítók nevei, és nagyon sokan vannak. És az első, akivel kezdődik a antológia, az pont a W-s, Edith Wharton. Egyébként azt nem tudom, hogy milyen koncepcióban válogatták össze az elbeszéléseket, de nagyon sokrétű műfaj, tehát nagyon szerteágazó, nem egy kaptafára épülő műfajok. Ó, Catherine Ann Porter is benne van. Most csak így belelapozgatok. Ja. Pont F. Scott Fitzgeraldna tőle, mi van benne? Melyik elbeszélése? Ő neki rengeteg született. Téli álmok 1926-ból. Hát én azt gondolom, hogy ezt nagyon fogom szeretni, mindenképpen szeretnék minél előbb beleolvasni. Ugye én szeretem a novellákat, elbeszéléseket. Aztán 1935-ből újra Babilonban. Nagyon érdekes számomra. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt küldték ajándékba. Egyébként szerintem azért is találták el így az ízlésemet, mert van egy antológia a rendelésem között. Ez pedig nem más, mint a Világirodalom legszebb elbeszélései az ókortól a 20. századig. Már 1000 éve szerettem volna beszerezni, úgyhogy most végre itt lesz a polcomon mind a 3 kötete. És egyébként a borítón egy Picasso tusrajz látható, Minotaurus és áldozata címmel. A válogatást pedig ugye 1977-ben adta ki, szintén az Európa Könyvkiadó, mint az előzőt is, és Domokos János szerkesztette és írta hozzá a jegyzeteket. És most Babistól szeretnék néhány sort felolvasni. A világirodalom egységes, összefüggő folyamat. Egyetlen hatalmas vérkeringés. Mikor Goethe először észrevette és nevet adott neki, már réges-régen létezett, már sokkal régibb, mint a nemzeti irodalmak. Csak hogy akkor még nem hívták világirodalomnak, hanem jelző nélkül pusztán csak irodalomnak. Jelző inkább az egyes nemzetek külön literatúráit illette. A világirodalom nem ezekből dált össze, nagyobb egységé. Ellenkezőleg, az egyes nemzeti irodalmak különültek el a világirodalmon belül, mint állam az államban, külön nyelveik védbástyái mögött, mind jobban önálló életet kezdve. Na most nézzük az első kötetben, kik szerepelnek. Hát azt gondolom, hogy ez a legizgalmasabb része. Hát például Puskin a Pig dáma című elbeszélése, de itt régebbről van például Apuleiusnak az Ámor és Psziché, vagy éppen a Gesta Románból is van Gergely, aki anyját vette feleségül. Gogolnak a Köpönyeg van benne, Edgar Allan Poe-nak pedig a Kút és az Inga, Prosper Mérimée, Matteo Falcon, és hát még sorolhatnám. Nézzük a kettes kötekben, kik találhatóak. Hűha. Azt mondja Gorki Csákas című műve. Joseph Conradtól az Üzlettárs. Csehovtól 6-os számú korterem, de E.G. Wells-től a Vakok országa. Wow. Anatole France, a Farka csodája. Lev Tolstojtól a Polikuska, Flaubertől az izgalmas Szent Julián irgalmas Szent Julián legendája, Móricz Zsigmond Barbárok. Na, a magyar is kapott itt helyet. És akkor nézzük az utolsót. Itt is van magyar, Gelléri Andor Endre a Szállítóknál, Camónak a Vendég, Juan Rulfo, Anacleto Morones című elbeszélése.
de Giuseppe Tommasi di Lampedusa Ligeia című elbeszélése, Faulkner, Aszályos szeptember, Hemingway, bérgyilkosok. Wow. Kafkától egy falusi orvos. Stefan Zweigtől Ráhel perbeszáll Istennel. Fú, én ezt nagyon-nagyon fogom szeretni. Rettentően örülök, hogy végre itt van. Amikor készültem az egyik 1980-as videóra, akkor megpillantottam egy rövid kritikát egy könyvről. Elolvastam a kritikát, és azt mondtam, hogy ennek a könyvnek hozzám haza kell jönnie. Gyorsan megnéztem az antikvárium.hu-t, és megvolt, nagyon örültem, így be is tettem a kosaramba. Két kötetben Illés Endre Mestereim, barátaim, szerelmeim, itt a másik kötet, és hogy miért keltette fel az érdeklődésemet. Mert Illés Endre drámaíró, kritikus, könyvkiadó igazgató volt, aki rajongott nyilvánvalóan az irodalomért, és nagyon fontos szerepet is töltött be az 1930-as évektől az irodalom életében. És azt gondolom, hogy ebben a műben ő elképesztő tisztelettel és rajongással ír azokról, akiktől ő tanult, akik őt inspiráltak, akikre hatással voltak, és én nagyon szeretek ilyenekről olvasni. Én az az ember vagyok, aki nagyon szeret okos emberekkel beszélgetni, akiktől tud tanulni. Én egyáltalán nem olyan vagyok, aki esetleg irigykedve néz arra, aki többet tud, mint én. Sőt, mondom, én azt szeretem, hogyha átadják a tudást nekem. És azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, hogyha az emberek megemlékeznek arról, akik őket inspirálták. Úgyhogy ezt várom majd ettől a könyvtől. Egyébként Shakespeare-rel kezdi, és benne van Stendhal is, egyébként Stendhalt Illés Endre fordított, ahogy Maupassant is, és hát több magyar szerző is, de például Bartók Béla is benne van, kis zene is legyen benne, és innen fel fogok olvasni pár mondatot, ugyanis Molnár Ferenc Pál utcai fiúkáról is írt, és méghozzá így. A Pál utcai fiúkat kétszer, de talán háromszor is megvettem. Nem most. 20-25 év alatt. Mindannyiszor kölcsönkérték, és sohasem adták vissza. Ennek a regénynek különös varázsához az is hozzátartozik, hogy végül egy sem marad meg a könyveink között. Mint ahogy madarat sem lehet szobában marasztalni. Legfeljebb kalitkában fogolyként. Negyed század múltán ismét elolvastam a Pál utcai fiúkat. Bokal, Nemecsek, Ács Feri és a többiek történetét, a Grund és a hatalmaskodó fűvészkert háborúját, a Gittegylet drámai végét és rögtöni feltámadását. Negyed század, fél század, s közben valami észrevétlenül történt a Pál utcai fiúkkal. Mintha a regénybeli izgalmak, érzelmek és kalandok egy finom zenélő doboza húzottak volna vissza. Onnan szólnak. Nagyon kiszámítottan, kissé cérnavékony hangon. Mit jelent ez? Színeit vesztette volna a Pál utcai fiúk. A bőrében pókháló ráncok, a csontjában több a mész. Ellenkezőleg. Molnár Ferenc regénye ma is az ifjúságot őrzi. Egy elmúlt ifjúság érzelmeit, álmait, a török méz, a szekunda, a kalandízét, a boldogságot s a boldogságba először belopakodó sejtelmes, szorongató, szomorúságot. Változatlan a regény. Ugyanazt mondja, mint megírása idején. Ezt, amikor így pont itt nyitottam ki, és ezt elolvastam, azt gondolom, hogy én ezzel abszolút egyet tudok érteni. A Pál utcai fiúk nekem most így, több mint 100 év után is szerintem ugyanazt adja, mint akkor. Na, nézzük a másikat, hogy ebben vajon kik vannak. Ebben még bele sem néztem, megmondom őszintén. Illyés Gyuláról például ír József Attila. József Attila, ez a címe, hogy magadat mindig kitakartad. Ó. Azt a Szerb Antal, ő is benne van. Ó, de például Ingmar Bergman, a svéd filmrendező is benne van. Na, ennek örülök, Camus is benne van, ahogy látom.
Szabó Dezső, olyanok is, akik nekem nem sokat mondanak, Szántó György például, Osváth Ernőről is írt, a szerkesztőről. Na, hát azt gondolom, hogy ez szintén az én könyvem lesz. Irodalom kedvelőknek azt hiszem, hogy ezek tényleg csemegéknek számítanak. Jókai egyik legjobb regényének tartják a Szerelem bolondjait. Ez a könyv 1869-ben íródott, és rövidesen lefordították német nyelvre, majd aztán angol és francia fordítás is kapott, és ezzel gyakorlatilag szerte Európában ismerté vált ez a mű, és hát nem is csoda, mert elképesztően jó története van, és én is ezért vásároltam meg. Egyébként így kezdődik, ezt muszáj felolvasnom. Micsoda cím ez már? Fogja kérdezni minden ember. Minő blaszfémia, kiált fel a szentimentalizmus. Hisz a szerelemnek még a bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok minden tudománya. És hát azt kell tudni a regényről, hogy egy klubban játszódik, és egy nem is akárhogy lehet bekerülni ebbe a klubba. A regény nem véletlenül keltette fel a nyugat-európai irodalmi körök érdeklődését. Egy elmebeteg arisztokraták által szervezett klub története a kerethistória. A klub abszolút zárt körű, minden évben csak egy új tagot vesznek fel, és erre a helyre igen sokan írásban pályáznak. Az kapja meg az új helyet, aki szerelmi téren a legnagyobb bolondnak bizonyul. A jelentkezőknek ezt kell dokumentálnia. A regény előszavát követő bevezető rész két ilyen pályázatot tulajdonképpen a jelentkezők által írt önéletrajzot tartalmaz. Az egyiket egy olyan gróf írta, aki beleszeretett egy norvég tigrisszel irítő nőbe. Hűségesen, egyre növekvő vágyakozással kísérte őt a világban, bárhol is fellépett a derék hölgy, szigorú édesatya felügyelete alatt. Egy idő után azonban elkövetett egy könnyelműséget, mivel sehogyan sem tudta megkapni a derék germán szépséget, házasságot ígért neki. A tigris azonban ezt megjegyezte. Na, hát szóval azt gondolom, hogy ez egyben humoros is, és tényleg egy ilyen nagyon abszurdnak tűnő történet. Nem is gondoltam volna, hogy Jóka írt ilyen művet is, szerintem én ezt nagyon fogom szeretni. Egyébként a könyv az 1966-os szépirodalmi könyvkiadótól van, és elég jó állapotban van, úgyhogy örülök, hogy beszereztem. A következő könyvre akkor figyeltem fel, amikor az ausztrál-új-zélandi videót készítettem, és már akkor betettem a kosaromba Daphne Cusack a Megperzselt fa című könyvét. Ez a regény 1969-ben jelent meg, és elképesztő gyorsasággal lefordították, és adta ki a Kossuth könyvkiadó 1970-ben. És ez a gyorsaság azért volt szükséges, ugyanis ez a könyv a vietnámi háborúról szól, illetve annak utóhatásáról. És ekkor a világban nagyon fontos kérdés volt ez a háború, illetve természetesen a fajgyűlölet is. És ezt a témát próbálta itt feldolgozni az írónő. Egyébként a Hőhullám Berlinben című művével vált gyakorlatilag ismerté, és Ketten a halál ellen című műve is nagyon népszerű volt itt Magyarországon. Egyébként az 1960-70-es években ő egy nagyon közkedvelt szerző volt, és már azt gondolom, már elfelejtettük igazából őt. Szóval itt adott egy férfi, aki visszatért a háborúból, és gyakorlatilag legszívesebben meghalna. Gyűlöli azt a társadalmat, amely a hazafiság jelszavával arra kényszerítette, hogy mint önkéntes vegyen részt a világ legigazságtalanabb háborújában, és azután kitaszította magából. Ő a szüleit, egykori barátait nem akarja látni többé. Fiatal és szép felesége pedig őt, az elrútított férfit, akik pedig dobogó szívvel figyelik ezt az Isten kísértő mutatványt, mármint az öngyilkosság felé igyekvő férfit, ugyancsak számkivetettjei a világnak. Egy árván maradt benszülött kisfiú és egy lelkileg kifosztott és magára hagyott fiatal nő. E három oly különböző helyről elindult teremtés élete kapcsolódik össze ebben a regényben.
Hát szerintem ez egy nagyon fontos téma, én nem sokat olvastam erről a háborúról, és pláne azt nem tudtam, hogy ausztrálok is ott voltak. Izgalmasan hangzik, és valószínűleg ez egy nagyon szépen megírt könyv lesz. A Majd. következő könyvet is akkor fedeztem fel, amikor éppen új-zélandi irodalmát tanulmányoztam. Julia North, Hosszú fehér felhő. Ő egyébként magyar származású, és 1938-ban ment Angliába, hogy nyelvet tanuljon, de végül a háború miatt nem tért vissza Magyarországra, és aztán katonai szolgálatot vállalt, ahol aztán szolgált a Közel-Keleten, köztük Palesztinában, Libanonban és Egyiptomban is volt, és megismerkedett a katonai szolgálat alatt egy férfivel, Linnel, akivel összeházasodtak, és aztán úgy döntöttek a háború után, hogy bizony egy nagyon messzi tájra költöznek, egy nagyon messzi vidékre, Új-Zélandra. És itt 12 évet töltöttek el, ez a regény pedig erről szól, hogy milyen az élet ott Új-Zélandon. Egyébként csak egy nagyon picit felolvasok belőle. Könyvem megírására mindenek előtt Új-Zéland és népe iránt érzett szeretetem ösztönzött. És az a tapasztalat, hogy erről az országról általában keveset tudnak az emberek. Még csak annyit. Aotearoa, Új-Zéland maori neve. Annyit jelent, a hosszú fehér felhő országa. A legenda szerint, amikor az első maori kenuk a szigetország közelébe értek, a földcsík a horizonton éppen olyannak látszott, mint a kék tengerrel találkozó hosszú fehér felhő. Ezt a találó címet könyvemnek férjem indítványozta, de nem csak ezért tartozom hálával neki, hanem azért a sok segítségért és bátorításért is, amely nélkül ez az írás sohasem készült volna el. Ezt az előszót 1964. januárjában Budapesten írta Julia North. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és igaza van az írónőnek, ugyanis vajmi keveset tudok Új-Zélandról, még úgy is, hogy tanulmányoztam. A következő kis regényt elsősorban azért választottam ki, mert belga klasszikust még sohasem olvastam. Márnix Gészentől a Télémakhoz falunt választottam ki. Egyébként tényleg egy nagyon rövid kis könyvecskéről van szó. És a szerző flamand belga, és flamand, illetve angol nyelven is írta a regényeit. Ez az ő kamaszkori élményein alapul, amikor is a szülei lepaszolják őt gyakorlatilag a nagymamának, és ott él sok-sok éven keresztül egy falun, és hát itt ismeri meg gyakorlatilag a halált, a szerelmet, és minden jó a falun történik vele, aztán ő visszakerül a városba, és gyakorlatilag ez egy szerelmes levél, nosztalgia a faluhoz, ami egyébként itt azt írja, hogy beleolvasgattam, hogy egy 5000-es népességű falu, ami azért elég nagy. Amikor én születtem, akkor az én falumban szerintem olyan 2000-en lakhattak, most meg már sokkal kevesebben, de annyira át tudom érezni itt, amit írt az elején, hogy az öreg nénik azért mindig jártak a templomba, és mindig felvettek ilyen nagy ruhát, hát ott nálunk is, és a népviselet is még őrizték, amikor én gyerek voltam, de még a mai napig is. Úgyhogy egyébként ez számomra ezért is annyira érdekes. Egyébként a szerző 1889-ben született Antwerpenben, és expresszionista versekkel kezdte a irodalmi pályafutását, de aztán a regényeire vált híres. Ez egyébként egy irodalmi bravúr, a kamaszodó kisfiú élményének friss gyermeké hitelét ötvözi a felnőtt kicsit kiábrándult férfi, szelíd, néha érzelmessé oldódó iróniájával. Na, hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyébként az emberi értékeket, moralista elveket vallja a szerző, és egy picit ebben a könyvben ő, ha jól tudom, akkor vallás ellenes, ugyanis a szülei nagyon hitbuzgó katolikusok voltak, és ő egy kicsit kiábrándult ebből a képmutatásból. Ez a következő könyv, de ennyiből sajnos nem fogjátok kitalálni. Valószínűleg a külső borítója megsérült a kötetnek, hogy ezért küldték így.
De így megmutatom, George Sand a talál gyerek, illetve a kis vedett 19. században élt és alkotott francia írónő, két kisregénye ez, amely a falusi idélt mutatja be, illetve egy, hát gyakorlatilag nagyon-nagyon rossz sorból felemelkedett fiú története bontakozik ki, valamint egy vadolc kislány boldogulása jelenik meg a művekben, és mind a kettőt úgymond karrierregénynek tartják, de van benne romantika, mese, és szóval nem feltétlenül egy realista műről van szó, annak ellenére, hogy nagyon jól ábrázolja a falusi életet. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, ugye már beszéltem itt a csatornámon többször az írónőről, aki a férfi névvel és férfi ruhába öltözve élt, és volt az irodalom egyik meghatározó alakja. Úgyhogy jó lesz majd tőle olvasni, és szeretnék még innen felolvasni. Maga az írónő írta 1852. május 20-án. Több talál gyereket neveltettem fel, fiúkat is, lányokat is, és mind fizikai, mind erkölcsi téren sikerült, emberré fejlődtek. Mindazonáltal annyi bizonyos, hogy faluhelyt az ilyen szerencsétlen gyerekek, akiket senki se nevel, könnyen banditává válnak. A legszegényebbek gondjaira bízták őket, és igen silány segélyben részesülnek, emiatt aztán gyakran a koldulás szégyenletes mesterségét űzik törvényesnek vélt szüleik érdekében. Nem lehetne felemelni ezt a segélyt, és feltétlenül kiszabni, hogy a talált gyerekek ne kolduljanak, még a szomszédok és barátok ajtajánál sem. Azt is tapasztaltam, hogy mi sem nehezebb, mint az emberi méltóság érzését és a munkaszeretetet felkelteni olyan gyermekekben, akik azzal kezdték, hogy tudatosan alamizsnából éltek. Azt gondolom, amit itt leírt most, az a mély szegénységben élő gyerekeket most is érinti, és ez még mindig aktuális téma, sajnos. Az utolsó könyv következik. Én nagyon szeretem a regényes életrajzokat, főleg ha művészekről szólnak, mert több ilyet is olvastam, és ezért vásároltam meg Zsigray Juliannától a Sugárúti palotát, amely Erkel Ferenc életét dolgozza fel. És már beszéltem korábban egy zsigrai regényről itt a csatornámon, a Szűcsmara házasságáról, és akkor említés szintjén meg is említettem ezt a könyvet, amely egyébként 1979-ben jelent meg a zenemű kiadónál, és Erkel Ferencről nem sokat tudok, csak azt, hogy hát rengeteget köszönhet a magyar zenei élet neki, és hát egészen pontosan neki köszönhetjük a himnusz megzenésítését, és ő készítette. Egy fantasztikus alakról van szó, és itt így ír az összefoglaló, vagy hát a főszavág. Erkel Ferencnek a magyar zene életért és az operaház felépítéséért vívott harcáról szól ez a könyv. A nagy zeneszerző sorsa sikerben és balsikerben, dicsőségben és megaláztatásban egyaránt gazdag volt. Nem csak a tudatlanság és a közömbösség ellen küzdött, hanem a hivatali szűkkeblűség és az idegen befolyás ellen is. Erkel megtestesítője volt a nemzeti zene gondolatának. Lemondott gazdagságról, világhírről, s a polgári tollasodás idején szerényen és szegényen vállalta a zenei apostol hálátlan hivatását. A magyar zenéért folytatott áldozatos küzdelme végül is meghozta a gyümölcsét. Hármas életműve a magyar operazene, a magas szintű zeneélet és az operaház élő valóságá lett. Hogyan? Hát ezt mondja el Zsigray Juliannak, immár 7. kiadást megért regénye. Én rettentően kíváncsi vagyok rá, és egyébként nagyon jól ír. Az írónő, mert én akkor az első könyvét olvastam, és azt gondolom, hogy ebben már egy sokkal kiforrottabb szerző köszön vissza rám. Nem véletlenül színesítettem meg most ezt a book haul videót, ugyanis azt gondolom, hogy nekem kevés az,
hogyha én elmondom, hogy ki írta a könyvet, és mi a könyvnek a címe, illetve hogy tetszik a borító, és melyik évben adták ki, ez nekem kevés. Én nem tudok ennyire felületes lenni, nem tudok úgy leülni videót készíteni, hogy csak ennyit mondjak el. Én szeretném, hogyha az a könyv sokkal nagyobb értéket kapna, még úgy is, hogy bele sem olvastam. Meg lehet látni már most is a könyvnek az értékeit, és fel lehet benne fedezni, csak így átlapozva is olyan dolgokat, amik így megragadnak, és már a szenvedélyt ki tudják hozni az olvasóból. Úgyhogy én ezt szeretném nektek minden egyes alkalommal sugározni. Természetesen vannak tervek a jövőre nézve. Például az előző videón folytatása vasárnap fog majd érkezni, akkor további könyveket fogok ajánlani a függőség témájában. És az 1981-es év első videója már gyakorlatilag felvételre készen áll, ugyanis már találtam cikkeket, meg vannak a könyvek is, de úgy döntöttem, hogy megrendelek ezek közül néhány könyvet, ugyanis annyira felkeltették az érdeklődésemet, hogy szeretném, ha a polcomon lenne, és akkor egy picit kitoltam most ennek a videónak a felvételét, majd ha megérkezik ez a bookline-os rendelés, akkor fogom rögzíteni. Természetesen haladok továbbra is a könyvekkel, lesznek majd Booker-díjasok, lesz svéd irodalom, és hamarosan pedig Nobel-díjasokról is szó lesz itt a csatornám, úgyhogy tervek azok vannak, és remélem, hogy velem tartotok majd, most pedig élvezzétek a hétvégét, olvassatok sokat, itt a jó idő, menjetek a szabadba, vigyázzatok magatokra, sziasztok!